Illusztris vendégek látogattak el csütörtök délután csapatunk edzésére, a Videóton FC labdarúgói első kézből tapasztalhatták meg, milyen is egy edzés a TL Albafehérvárnál. A Vidi támadója, Fecesin Robert és csapatunk egyik legjobbja, Lóránt Péter már hosszú évek óta ápol szoros barátságot, kezdeményezésükre jött létre a két csapat közös kosáredzése. Kosárlabda csapat is, meg a Videóton is nagyon jó klubnak számít Magyarországon, meg járunk is ki meccsekre, tehát tényleg most azt mondom, hogy elég szoros a kapcsolat, mert én is ki szoktam lenni, elsősorban a Peti miatt kijárok meccsekre, akár idegenben is, de például ők is már jeleztenek a Peti, hogy jövő hét szerdán ki fognak jönni a Ferencváros elleni bajnokira. Évek óta jó barátságot ápolunk, de vele mélyebb a kapcsolatunk, de a Rolival, a Juhász Rolival is jobban vagyunk, meg pár Vidissel. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, úgy gondolom, hogy ők is élvezték. Csapatunk vendégei kiválóan érezték magukat az Alba régiás sportcsarnokban, ahol gyorsan kiderült, Juhász Roliék akkor sem jönnek zavarba, ha a labdát kézzel kell célba juttatniuk. Ez is egy olyan sportág, ami kívülről sokkal egyszerűbb, mint a pályán. Ugye a futballban elég magasnak számítok, de azért itt a srácok között elég alacsonynak éreztem magam, de nagyszerű kezdeményezés volt ez, és örülök, hogy itt lehetünk köztük. Fejvár azért köztudott, hogy nagyon egy sportos város, és minden jellegű kezdeményezés szerintem nagyon jó. A közös edzésnek hamarosan folytatása is lesz, néhány héten belül játékosaink teszik majd tiszteletüket a Vidi egyik foglalkozásán, mostani vendégeink sportágában tehetik le névjegyüket. Szögleteknél, fejeseknél előnyben lesztek. Persze, majd megharcolunk a Rolival a szögletért. Három, négy, fejjel!